Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az előadásra. Az előadás témája egy meglehetősen ellentmondásos személyiség, a 20. század egyik legellentmondásosabb személyisége, Josif Visszarionovics Dzsugasvili, azaz mozgalmi nevén Sztálin, azaz acélos ember, ahogy a magyarra fordítanánk ezt a nevet. Az első dián azt próbáltam önöknek szemléltetni, hogy Sztálinnak meg lehetősen jó kapcsolatai voltak a nyugati politikusokkal a II. Világháború idején, például Sir Winston Churchill-lel többször is folytatott tárgyalásokat. Azzal a Sir Winston Churchill-lel, aki zsigerből gyűlölte a bolsevikokat, és ő volt az, aki tulajdonképpen az 1918-as intervenció egyik fő szervezője volt, és minden áron szerette volna megfojtani a bolsevik államot. Meg is kérdezte Sztálintól a II. Világháború idején, hogy meg tud-e neki bocsátani ezekért, mert Sztálin lakonikus azt mondta, hát a megbocsátás Isten dolga, és nem foglalkozott tovább a dologgal, de minden esetre többször tárgyaltak egymással, és egy ilyen tárgyalás alkalmával Churchill kijelentette, hogy hát úgy véli, hogy az imái révén még Isten is velük van, ugye, mint azt a szöveg is mutatja. Sztálin viszont közölte, hogy az ördög pedig az én oldalamon, tehát akkor mindenkit megnyertünk, akit csak lehet, gyakorlatilag. Viszont Sztálinról a munkatársai közül azért nem mindenkinek volt nagyon jó véleménye, nem életében, már a halála után mondták ezt, amit itt olvashatunk Nikita Szergej és Hruscsovtól, szóval fekete kutyát nem lehet fehérre mosni, tehát bár szeretném önöknek elmondani, az utóbbi időben komoly kísérletek történnek-e fekete kutya fehérre mosdatásán, szobrot avattak neki, nem is olyan régen is a Szovjetunió, a volt Szovjetunió területén a kultusza egyre erősebb. A mai alkalommal nekem elsősorban és főképpen a halála, illetve a halála körülményeivel kell foglalkoznom, hiszen erre kaptam megbízást, és ezért ezt a címet viseli az előadásom, remélem, hogy képes leszek elindítani, hogy a diktátor halála. Mikor is következett? Egyébként hát roppant érdekes, mert nem tudjuk pontosan, hogy mikor, csak nagy valószínűséggel lehet tudni, mint hogy a születési dátuma sem teljesen egyértelmű, hiszen a hivatalos irataiban egy évvel korábbi időpont szerepel valamilyen oknál fogva, illetve későbbi időpont szerepel valamilyen oknál fogva, mint az egyébként eredeti születési anyakönyvi kivonatában. Nos, minden esetre élete során az egekbe emelték, mondhatnám majdnem, hogy megistenült. 1953. március 4-én azonban a Moszkvai Rádió egy 30 perces drámai szünetet tartott, és ez egy szerda reggel volt, és ezt követően felharsant Jurij Levitán hangja. Azért érdekes Jurij Levitán, mert ő volt az, aki a fontosabb eseményeket bejelentette a II. Világháború idején. Többek között például a háború kitörését, de Berlin elestét is például, és a háború befejezését is. Jellegzetes hangja van, meg is be is mutatnám, bár már azt hiszem, hogy néhányan hallották. Jurij Levitán bejelentette, hogy a Szovjetunió vezetője, Josif Visszarionovics Sztálin, a Szovjetunió atya, vezére súlyosan megbetegedett. Mindenki aggodalommal figyelte az eseményeket. Mondom, nagyon ellentmondásos személyiség volt, és rengeteg legendát hívott életre, az életéről és a haláláról egyaránt. Ahogy mondtam már az imént, már életében megistenült, még a népmesékbe is befurakodott az alakja, majd idézek egy Nanáj népmeséből például, ahol Sztálinnal foglalkoznak. Ugye ez a Nanáj népmese egyébként arról szól, hogy egy ekkora hősnek az erejével senki nem mérheti magát össze, és tulajdonképpen ő a népek vezére, a felkelő napot is ő irányítja tulajdonképpen. De egyéb jelzőket is kapott. Például ő volt a tudomány és a technika korifeusa, tehát ő volt a legnagyobb nyelvész, a legnagyobb történész, a legnagyobb irodalmár, elméleti munkákat tett közzé a nyelvtudományról többek között például, és sok minden egyébről is.
Tehát mindenben tökéletes és mindenben nagy, minden kor és minden nép legnagyobb lángelméje, mondták róla nagyon sokan, valamint a népek messiása jelzőt is megkapta, tehát mondom, azt hiszem nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy még életében megistenült. Arról már nem is beszélek, hogy egyesek egyenesen bolygónk napjának nevezték. Meg is találtam azt a Nanáj népmesét, amiről az előbb beszéltem önöknek. De erejével nem mérheti össze magát senki, szeme mindent lát, ami a Földön történik, fülében minden eljut, amit a népek beszélnek. Hát ebből sok minden igaz lehet, mert olyan besugó hálózata volt, hogy valóban sok mindenről tudott, ez kétségtelen. Minden az eszében van, amit az emberek gondolnak, szíve befogadja minden ember örömét és bánatát, gondolatai mélyek, akár a feneketlen óceán, hangját mindenki hallja, aki a földön él, ő a földön a leghatalmasabb, ez a hős nem más, mint Josif Vissarionovics Sztálin. Sztálin a népek vezére, aki a felkelő napot is irányítja. Tehát a nanájok meg azt mondják, hogy irányítja a napot, az nem mennek el odáig, hogy ő lenne a nap. És akkor egy Hanti mesét is hadd idézek önöknek. Szóval, ő maga a nap, tehát itt már nem arról az irányítja a napot, ő maga a nap. Magasan áll a fák koronája felett, fényes sugarai hozzánk, éjszakra is elhatolnak, ez a nap Sztálin. Tehát mondom, még a népmesékbe is befurakodik az alakja. Mindenkor emberei segítségül fogják hívni, mármint Sztálint. Erős, szép, bölcs és csodálatos emberről van szó. A neve fel van vésve minden gyárra, minden gépre, mindenhol a földön és minden emberi szívre. Tulajdonképpen amit csak el lehet mondani róla, azt elmondják, ó nagy Sztálin, ó népek vezére, te vagy, akitől születnek az emberek, hát ez egy érdekes dolog ugye egyébként, te vagy, akitől termékeny a föld, te vagy, aki helyreállítod a századokat, te vagy, akitől virágba borul a tavasz, tehát magyarán szólva a jóisten. Hozzáteszem egyébként, hogy az édesanyja nem volt teljesen tisztában azzal, hogy ki, hogy milyen funkcióba is került a későbbiekben. Mint tudjuk, ő Grúziában született, Goriban, egy csizmadia fiaként. A szülei hát nem túl jól éltek, hogy finoman fogalmazzak, és hát az apja állandóan verte Sztálint, aztán elköltözött, de változás nem járt be az életében, az anyja is verte nagyon keményen. És meg is kérdezte tőle egyszer, amikor meglátogatta, hogy Keke, így nevezték az édesanyját, hogy miért ütöttél te engem annyira, az, hogy kellett, hogy ilyen jó legyél, mondta a kedves mama. És utána megkérdezte, és ki vagy te most, Josif? Erre Sztálin úgy választott, hogy emlékszel a cárra? Hát én olyan cárféle vagyok, lettél volna inkább pap, mondja a kedves mama, hiszen azt is tudjuk, hogy Sztálin papneveldébe járt, és onnan csapták ki később forradalmi tevékenység miatt. Ebből érdekes dolgok is származtak. A II. Világháború idején ugye Sztálin a pravoszláv egyházat is mozgósította a Szovjetunió mellett a németek ellen, és ennek következtében tárgyalásokat folytatott minden oroszok metropolitájával, és hát kérdezte, hogy miért nem hatékonyabb a propaganda, az egyházi propaganda, és a metropolita panaszkodott, hogy hát sajnos kevés a pap, nincsenek kádereink. Azt mondja Sztálin, hát miért nem vigyáznak a kádereikre? A káderek nagyon fontos dolgok. Szóval mit tegyünk, ha legjobb kádereinkből első titkár lesz? Tehát kicsi szervilis volt a metropolita, de ugye ezzel vágta ki magát tulajdonképpen. A korszakunk úgy vonul be az emberiség történetében, mint Sztálin korszaka, mint az emberiség életének legragyogóbb korszaka. Lenin és Sztálin győzelme fegyvert adott az emberiség kezébe, és a marxizmus-leninizmus soha ki nem hunyó fényével világította meg az emberek útját. Lenin-Sztálin tanítása él századokon át, és élni fog. Hát úgy tűnik, hogy ebben azért némileg tévedtek a kortársak, bár a jó Isten tudja, hogy mi lesz 200 év múlva, de úgy gondolom, hogy azért nem kell attól félni, hogy visszatér ez a korszak. Minden esetre, miután Levitánnak a hangját meghallgatták a
rádióhallgatók, akkor arról értesülhettek, hogy Sztálinnak az egészségi állapota hogyan alakult. Tehát agyvérzést kapott az orvosi jelentések szerint, megbénult a jobb oldala, keringési és légzési zavarok léptek fel nála. Egyébként hát nagyon magas beosztású orvosok, sőt az egészségügyi miniszter jegyezte ezeket a jelentéseket, és hát az egész ország rémülettel hallgatta ezeket a híreket, hogy mi van a vérkeringésével, hogy mi van a szívével, és hát mindenki megdöbbent, hogy ezek szerint ő is ugyanolyan ember lenne, mint mi. Hát nem így mutatták be egészen eddig, tehát ő is egy egyszerű földi halandó. Azt mondja, csak nem fogja halál elragadni tőlünk, ez meg merné tenni, gondolták jó néhányan, tehát azért ez mégsem lenne lehetséges. És nagyon sokan a saját életüket ajánlották volna fel, csak azért, hogy Sztálin éljen. Tehát rengetegen voltak Sztálin olyan feltétlen hívei, hogy akár az életüket is adták volna érte. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a rengeteg híve mellett nagyon sokan voltak, akik azért olyan irgalmatlanul nem szerették, ők egyébként különböző munkatáborokban vagy börtönökben voltak megtalálhatóak. Úgyhogy el lehet mondani Sztálinról, hogy bár kétségtelen, hogy csalhatatlannak és tökéletesnek ábrázolták, aki ott áll a Szovjetunió hajójának kormánya mellett, de hát tulajdonképpen ez a kormányzás azért nemes egyszerűséggel vértengerbe torkollott. Sztálin meggyőződéssel vallotta, hogy a tömeges megtorlásra szükség van. Mégpedig azért van szükség, mert meg kell szabadítani az országot minden javíthatatlan szociális melléktermektől. Ő csak így nevezte azokat, akik a kollektivizálás következtében elveszítették egzisztenciájukat és elűzték őket a falvaikból például, vagy azokat, akik hát nincstelenek és földön futókká váltak. Ezeket az embereket likvidálni kell, vagy ki kell iktatni a Szovjetunió életéből, csak úgy, mint mindazokat, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy Sztálin elvtárs, illetőleg, ahogy ő azt előírja. Tehát gyakorlatilag nem tűrt ellenzéket. Ellenzék nem létezhetett, ugyanis az ellenzék az vagy a gulágon volt, vagy már a föld alatt, tulajdonképpen Sztálin idején. Munkatársai közül is néhányan azért elég érdekesen nyilatkoztak róla, mint mondtam önöknek már halála után, mert például Lázár Kaganovics, aki közvetlen munkatársa volt hosszú időn keresztül, már Sztálin halála után azt mondta, hogy elkezdtem megérteni, hogyan volt képes Sztálin Istent csinálni önmagából. Ez egyetlen emberi ismertető egye sem volt. Tehát semmi emberit nem talált benne a közvetlen munkatársa. Szóval érthetetlen módon meggyőződésem volt, mondja Kaganovics, hogy örökké fog élni. Tehát fel sem vetődött, hogy meghalhat. Hát hogy képzelhető egy Isten? Ez nem képzelhető el. Szóval ő egyáltalán nem volt ember. De ha egy másik munkatársát idézem, Nyikolaj Buharint, ők nemes egyszerűséggel azt jelentette ki, hogy ő nem is ember, hanem ördög. Tehát meglehetősen ellentmondásra megítélése, miközben egyszerű emberek milliói rajongtak érte. De egyébként a megbetegedésének a híre az azért megdöbbenést keltett külföldön is. Például Winston Churchill személytitkárán keresztül fejezte ki, hát még nem részvétét, hanem sajnálatát a megbetegedés miatt, és azt kérte, hogy tájékoztassák abban az esetben, hogyha bármi változás történik az egészségi állapotában, csak úgy, mint Truman amerikai elnök, aki már akkor nem volt igazán elnök, mert hiszen az előző évben Eisenhowert már megválasztották, de tulajdonképpen még mind a ketten, az egyik már átvevőben volt a hatalmat, a másik meg még benne volt, tehát azért mondtam, hogy Truman elnök, de Eisenhower elnök is érdeklődött az egészségi állapota iránt. Truman úgy fogalmazott, hogy annyira sajnálom, mintha csak egy jó ismerősömmel történt volna. Hát, hogy mennyire jó, azt nem tudom, de egy ismerőse volt, ez kétségtelen. Úgyhogy mindenki sajnálkozott, mindenki szomorú volt, nagyon sokan azért nem voltak annyira elkeseredve. Amikor is március 6-án 1 órakor ismét Jurij Levitál hangja szólalt meg, most már eltekintenék tőle, mert hallottuk a hangját, és tudatta az országgal, hogy Lenin harcostársának, a népek nagy vezérének szíve március 5-én helyi idő szerint 21 óra 50 perckor megszűnt dobogni. Tehát Sztálin március, a hivatalos jelentések szerint március 5-én 21 óra 50 perckor meghalt. Nem hivatalos jelentések szerint már március 1-én vagy 2-án
erről viták vannak még a kutatók között. De minden esetre a halálhír döbbenetet keltett a Szovjetunió területén elsősorban és főképpen, de nem csak ott, egész Európában, sőt mondhatni majdnem a világon is, sírtak az emberek, és nem csak Moszkva utcáin, Budapest utcáin is például. Mintha az apjukat síratták volna. Hát, hogy mondjam önöknek, Sztálin lehet, hogy apa volt, de a mostoha apa szerepét játszotta el. Nekem mindig az jut eszembe, amit annak idején a Ceausescu házaspárról meséltek, ugye egy magyar vicc volt, hogy Ceausescu elvtárs megkérdezi a román népet, hogy ki vagyok én nektek, szóval apánk, és ki nektek, Ceausescu elvtársnak, anyánk, és mik szeretnétek lenni, az árvák. Tehát tulajdonképpen itt is az lehetett a dolog, hogy nagyon sokan talán az örömükbe sírtak, csak ezt azért nem nagyon mutatták ki. Bár hát előfordult olyan, hogy valaki önfeledten fütyülte Erkel Hunyadi Lászlójának az első felvonásából a meghalt a cselszövet, mire azonnal letartóztatták például, vagy egy magyarországi bisztróban történt ez meg, bár akkor még nem bisztrónak hívták, mert akkor még ez a fogalom ismeretlen volt 1953-ban, hogy egy dobos meg egy zongorista játszott ebben a helységben, és leszól a pulpitusról, a dobos az egyik barátjának ötült az első asztalnál, szóval nem jössz torra? Szóval milyen torra? Hát megdöglött a disznó. Ketten rögtön fölálltak egy másik asztaltól, odaléptek, és a két zenészt már el is vitték tulajdonképpen. De egyébként ezt a sztorit én hallottam Jobb Laci bácsitól is, aki azt mondta, hogy őt például ezért vonták felelősségre, mert ő meg a vonaton fütyűrészte ezt a meghalt a cselszövőt tulajdonképpen. Nos, tehát az újságok gyászkeretben jelennek meg, mint itt a Pravdát tudom önöknek mutatni. De a New York Times-ban is egy terjedelmes cikk foglalkozik Sztálinnal, jó másról is, de azért egy jelentős rész Sztálinnal. A francia L'Humanité, tehát a francia kommunista pártnak a lapja ezt tulajdonképpen szintén megemlékezik Sztálin haláláról. Sőt, egy másik francia kommunista lap még egy rajzot is közöl, Pablo Picasso rajza egyébként, ez Sztálinról, kedves kollégák. Ez azért érdekes, mert hát a nagy művészt felkérték, és hajlandó voltak újságnak egy rajzot készíteni, amiért hihetetlen sokan támadták, hogy így néz ki Sztálin, hogy meri ilyen vulgárisan ábrázolni. Hát nem éppen Istennel fog kezet, vagy valami egyéb ilyen körülménnyel ábrázolja, hanem egy ilyen egyszerű képpel, ez szörnyűség. De végül is Picassót annyira felbosszantott ez a dolog, hogy a barátaival azon vitatkozott, hogy hogyan kellett volna ábrázolni. Hát azt, hogy valami szociál képet kellett volna festeni, esetleg mesztelenül. De hát nem tudom, mi az igazi szociál, az, hogy a Sztálin erekcióval vagy anélkül, az hogy kellett volna ábrázolni. Úgyhogy Picasso kicsit vitriolosan állt a dologhoz. Magyarországon is rengeteg cikk jelent meg Sztálin halálával kapcsolatosan, ez például a Népszabadságban féltő szeretettel fordul hazánk Sztálin elvtárs felé, nem ez az érdekes, hanem az első sor, kedves kollégák, ami úgy szól, hogy mélységes megrendeléssel értesült az egész magyar nép Sztálin elvtárs betegségéről. Na hát ez volt az, amiért nagyon sok kellemetlenséget kellett elviselnie a szerkesztőségnek, meg a nyomdának is tulajdonképpen, de mert hát nem egészen ez történt. És aztán a halál után rövidesen megkezdődött egy meglehetősen véres búcsú, kedves barátaim, ugyanis a gazda, így hívták egyébként a munkatársai, a gazda, hazjáink. Nem ment el csak úgy tulajdonképpen. Nagyon sokan azt mondják, hogy az életművéhez méltóan távozott. A szakszeretek házának az oszlopcsarnokában ravatalozták fel. A gyászolók tízezrei mentek oda, egyesek azt mondják, azért meggyőződjenek, hogy tényleg meghalt-e. A lényeg az, hogy ontották a vonatok az embereket, és emberek százezrei taposták egymást az oszlopcsarnok felé menet már, és ott bent is jószerével. Pedig egyébként a Moszkvába utazás tilalmát rendelték el akkor a Szovjetunióban. De vonultak az utcán óriási virágcsokrokkal, és hát búcsúztak a
mondhatni a földi istentől. Egy Edward Radzinski nevű író, aki egyébként eléggé ismert író a Szovjetunió, Oroszországban, de korábban a Szovjetunióban is, és hát sok érdekes műve van, mert írt életrajzot II. Miklósról, írt életrajzot Rasputinról például, és hát írt életrajzot Sztálinról is. Ő leírja, hogy emlékszik arra a napra, hogy mi történt az óriási tömegben, ugyanis a tömeget katonai kordon szorította össze. Tehát nem engedték, hogy arra menjen, ami akar, hanem egy katonai kordon jelöltek, hogy merre lehet menni. És a tömeg, ahogy meglódult, összetömörültek, és hihetetlen tumultus volt. Az, aki elesett, azt egyszerűen agyon taposták. És Radzinski itt éppen arról beszél, hogy gyakorlatilag ő azért úszta meg a dolgokat, mert nem esett el, hanem valakinek a vállába kapaszkodva kisodródott valamilyen úton, módon az úttest, de igaz, hogy a kabátja szétszakadt, de legalább életben volt. Egy Jevtusenko nevű szovjet költő azt mondja, hogy ő is annak köszönhette az életét, hogy túl hosszú volt ahhoz, hogy elessen. Tehát nem tudott elesni, de például őt és mellette egy fiatal lányt nekivágta a tömeg a falnak, és ezt hallani lehetett a lánynak, a csontjainak a ropogását, ahogy összetörik. Szóval eléggé, hogy is mondjam, csak hát életéhez méltóan távozott Sztálin az élők világából. Úgyhogy nagyon sok embert vitt magával a más világra. Egyébként Vaszilij Sztálin maga is megemlékezik erről, és azt mondja, ő Sztálin fia egyébként, tehát a kisebbik fia, a nagyobbik fia fogságba esett, és a fogságban lelőtték. Tehát Vaszilij Sztálin, aki egyébként a légierők tábornoka volt, a Solski fürkészetet a lakaratából, tehát nyilvánvalóan olyan tehetséges ember volt, hogy mit tudom én, két hetet töltött egy rendfokozatban, és már is lépett följebb. Úgyhogy, tehát ő volt az, aki lehallgatták egyébként a lakását, és a lehallgatási jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a sofőrjével beszélget, és azt mondja, hogy mennyi embert összetapostak, azt mondja, iszonyú, össze is vesztem Hruscsovval. Azért veszett össze Hruscsovval, mert Hruscsov volt a felelős a temetésért. Tehát mindig az első titkár temeti az elődjét gyakorlatilag. Tehát Sztálint Hruscsov temette, Hruscsovot Brezsnyevet, ugyan nem, mert ugye Hruscsovot félretették, de hát Brezsnyevet az utódja temette, és így végig addig, amíg ez létezett ez a rendszer. Nos, egyébként Vaszilij Sztálint tetszenek látni a képen, valamint képeket a tömegről, amint Sztálin képek alatt és gyászlobogók alatt vonulnak Moszkva utcáin. Már megint. Ez pedig a Vörös tér, már a Lenin mauzóleum mellett. Egyébként a Sztálin temetésének napján az úgynevezett szocialista országokban is mindenütt nagy üléseket tartottak, így Magyarországon is a Sztálin téren, ez ugye a felvonulási tér, ma 56-osok tere, ott állt valamikor egy bazinagy Sztálin szobor. És a Sztálin szobor előtt tartottak egy nagy gyűlés, több tízer ember önként és dalolva természetesen kivonult és gyászolt a Sztálin, de az a helyzet, hogy amikor a koszorúzásra került sor, akkor a tömeg megunta a várakozást, meg egyébként is piszok hosszan kellett volna ott állni, és abszolút unalmas volt, megindultak hazafelé. Igen ám, de a rendőrség kordont vont, és csak egy felé lehetett menni, a Millennium emlékmű felé, és ott óriási tumultus alakult ki. Ott is emberek taposták le egymást, de itt szerencsére tragédia nem történt, viszont a magyar állami és pártvezetők rettentesen felháborodtak a renitens magatartás miatt, mert csak egyetlen, hogy mondjam, egy kis időre állt meg ez a tülekedés, amikor a magyar himnuszt játszották. Magyar himnusz idején mindenki vigyázba állt, és megvárta, még annak vége van. A szovjet himnusznál már nem egészen, az internacionálénál meg egyáltalán nem, és hát ebből aztán ügy is lett, úgyhogy a rendőrség vezetőinek raportra kellett menniük. Egyébként Sztálin temetésének napján még egy ember halt meg a Szovjetunióba, és a kutya nem figyelt rá, őt úgy hívják, hogy Szergej Prokofjev. Tehát gyakorlatilag nem találtak virágot az egész városban, hogy Prokofjev sírjára letegyék, a Prokofjev szomszéd asszonya a szoba növényeit vágta le, hogy valamit lehessen a sírra tenni, mert minden virág Sztálin sírjára került akkor. Tehát. Nos,
Az oszlopcsarnokban felravatozott Sztálint tetszenek látni, és egy nagyon híres zongora művészt, Szijjatoszláv Richternek a visszaemlékezéséből idézek itt egy kicsit hosszabban, mert nagyon érdekes. Ugye leírja, hogy az oszlopcsarnokban volt felravatolozva, irgalmatlan hideg volt, nagyon sokan jöttek, ő is azt mondja, hogy szerinte is csak azért megnézik, hogy tényleg meghalt-e, és hát leírja ő is azt, hogy nagyon sok ember tapostak halálra ebben az időben. Itt viszont Richtert látjuk, egy nagyjából korabeli kép, amint azokat a híreszteléseket cáfolja, amik később megjelennek a nyugati sajtóban. És a nyugati sajtóban elhíresztelik, hogy Szijjatoszláv Richter nagyon keményen viselkedett Sztálin temetésén, szembeszegült a rendezőkkel, el is akarták vinni. És akkor Richter elmondja, hogy hát azért ez nem egészen így történt, ezeket francia újságírók találták ki. És ugye azt mondják, hogy én szándékosan egy hosszú Bach-fugát választottam a diktátor elleni tiltakozásul, azt mondja, hogy választhattam én? Hát a temetési bizottság választott ki mindent, és azt kellett játszani. Szó sincs arról, hogy én úgy gondoltam, hogy majd játszok valamit. Itt Richtert látjuk, hogy zongora mellett. Aztán arról is beszél, hogy újságírók azt is közzétették nyugaton, hogy Richtert a közönség kifütyült, azt mondja, ki? Hát az oszlopcsarnokban Sztálin közvetlen munkatársai álltak díszőrséget, meg a szovjet nomenklatúrának az elitje. Tehát tulajdonképpen ők fütyültek volna, ez eléggé kevéssé elképzelhető, tehát szó nem volt semmiféle fütyülésről. És még egy harmadik érdekesség, amit róla elterjesztettek, és széles körben terjedt is hosszú időn keresztül, szóval megtagadta, hogy félbeszakítsa a Bach művet, amit játszott, azt kiabálta, hogy Bachot nem szakítjuk félbe, bár nem értem, hogyha ezt kiabálta, akkor ő még nem szakította félbe, tehát de ilyen részletekben nem menjünk bele. Szóval a rendőrség elvonszolt a zongorától, és megfenyegettek, hogy agyonlőnek. Szóval valójában egy mélyedésben ültem, körülöttem a zenekar, és nem is igazi zongorán játszottam, hanem egy szörnyű kis pianinon, és egyébként Beethoven patetikjének második tételét. Ez olyan szorosan voltunk, hogy senki nem tudott volna kivonszolni onnan. Mindenesetre játszanom kellett, és én ezt nagyon visszataszítónak tartottam. Ráadásul az egész nagyon kényelmetlen volt, mert borzalmas húzatban ültünk. Valaki meg is halt a csatlós országok vezetői közül, ha csak meg nem ölték, teszi hozzá Richter. Egyébként Klement Gottwald valóban Sztálin temetésén fázott meg, kapott tüdőgyulladást és halt meg. Nos, tehát Richter cáfolja a vele kapcsolatos legendákat, amik a nyugati sajtóban megjelentek. Itt Sztálint az oszlopcsarnokban látjuk, tehát tulajdonképpen ezért nem jutott Virág Prokofjev sírjára, ahogy meg tetszenek látni. Itt szintén őt látjuk, itt pedig díszőrséget állnak, ugye Malenkov és Bulganyin állnak a sírnál, itt pedig ugye Bulganyin, Kruscsov és Kaganovics, nem jut eszembe, bocsássanak meg, úgyhogy gyorsan tovább megyek, itt pedig Molotov, Vorosilov, Beria és Malenkov. Egy szörnyű esetet is felemlegetnek, főleg Sztálinnak a fia beszél erről, hogy azt mondja, hogy egyszer jött egy öreg asszony, már ott az óriási tömegben, az egy kampos bottal és a koporsó mellett díszőrségben álló Malenkov, Beria és Molotovra nézett, valamint Bulganyinra, és azt mondja, hogy megöltétek az emberek, most aztán örülhettek, legyetek átkozottak. Ilyesmi is történt a sírjánál állítólag. Nem a sírjánál, bocsánat, hanem a ravatalánál. A sírja még odébb van. Ugye a harcostársak a vállukon viszik, ahogy az akkortájt szokásban volt. Ugye Malenkov, Molotov, Bulganyin, ha jól látom. Színes képen is meg tudom mutatni. Itt pedig Beria, Vorosilov, Kruscsov, Kaganovics. Itt pedig már ágyutalpon. A koporsó és a Lenin mauzóleum felé viszik, hiszen arról döntött a szovjet vezetés, hogy Lenin mauzóleumában Lenin mellé helyezik el Sztálin testét, bebalzsamozva. Tehát elmondhatjuk, hogy Sztálin halála nem volt kevésbé borzalmas, mint maga az élete. Mondjuk méltó volt a főtitkári tevékenységéhez.
rengetegen gyászolták és mélyen gyászolták, de nagyon sokan örültek is neki, különösen a Ljubljanka foglyai, ugye a Ljubljanka volt az NKVD-nek, később KGB-nek a központja, nagyon sok foglyot őriztek ott, illetve vallattak, kínoztak, sokan haltak ott meg a kínzások következtében. Ráadásul jó néhány történész azt mondja, hogy Sztálin életének utolsó hónapjai hihetetlen nagy veszélyt rejtettek az emberiségre nézve, nagyobb veszélyt, mint a karibi rakétaválság, vagy a kubai rakétaválság, mert Sztálin meg volt róla győződve, hogy az imperialisták úgyis meg fogják támadni a Szovjetuniót, tehát meg kell előzni őket, ebből pedig az következik, hogy nem elképzelhetetlen, hogy egy harmadik világháborúra készült. Úgyhogy halála így az emberiség szerencséjének is tekinthető tulajdonképpen. Hát erről már beszéltem önöknek, ez a budapesti Sztálin szobor, ahol a megemlékezés volt, és a Lenin mauzóleumból Lenin-Sztálin mauzóleum lett, tehát Sztálint bebalzsamozták, ennek következtében a vegyszerek miatt az egyenruhájának a gombjait aranygombokra cserélték, mert a balzsamozás ezt tette szükségessé, a vállapjait is aranyból készítették el, és így helyezték el a Lenin mauzóleumba, Lenin mellé, de most már Lenin-Sztálin mauzóleuma volt. És hát itt van az a dia, illetve az a megjegyzés, amit Sztálin halál előtt nem sokkal mondott a vezetőtársainak, amiből hát arra lehet következtetni, hogy valóban egy háborúra készül, azt mondja, mi nem félünk senkitől, és ha az imperialista uraknak háborúzni van kedvük számunkra, ez a legalkalmasabb pillanat. Az atomfegyver kidolgozott volt már akkor, tehát a Szovjetunióban is, úgyhogy ez adhatta ezt az önbizalmat. Szóval milyen könnyen megijesztik önöket az imperialista urak? Szerintem a kérdést úgy kell feltenni, vagy mi likvidáljuk őket, vagy a halálom után ők likvidálják magukat, mint a vak-macska-kölyköket. Tehát így nevezte a munkatársait, hogy vak-macska-kölykök. Tehát Sztálin nélkül ők nem mások, mint vak-macska-kölykök. Természetesen az érintettek azon, hogy nem Sztálin elvtársát maga még sokáig fog élni, szó sincs arról, és hát majd megregulázzuk természetesen a nyugatot, de jó néhány történész meggyőződése, hogy Sztálin tulajdonképpen az Egyesült Államokkal megvívandó háborúra készült már életének utolsó szakaszában, csak nem tudta, hogy az életének utolsó szakasza. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége értetlenül áll az emberek viselkedése előtt, és hát azt írja a jelentésében, hogy az emberek egyszerűen megbolondultak, sírnak az utcán. De hogy ezt ellensúlyozzam, egy penzai kolhoz parasztasszonytól is tudok idézni önöknek, amit hát a KGB feljegyzett természetesen, ami úgy szól, hogy ha hadd pusztuljon, akár magam is kiásnám a sírját, csak hogy eltemessem. Szóval nem csak azt a kenyeret vette tőlünk, amit a beszolgáltatáson kiróttak ránk, hanem azt is, amit a munkába vittünk volna magunkkal. Tehát nagyon sokan néztek rá úgy, mint az emberek kínzójára. Vagy megint mások, azt mondják, Sztálin itt, Sztálin ott, Sztálin mindenütt. Sztálin mindent, hát ott mindenütt ott van. Azt mondja, az emberek nem mehetnek ki a konyhába, nem ülhetnek a bilire vagy ebédelni, hogy Sztálin ne nyomuljon utána. Befészkelte magát az emberek beleibe, a lelkébe, az agyába. Vele van tele minden lyuk, ott, ahol az ember, ott lohol az ember sarkában, befurakodik a lelkébe, bebújik a takarója alá, üldözi az emlékeiben és az álmaiban egyaránt. Egy magyar vicc megint, kedves kollégák, ugye, ami arról szól, hogy ezt meg az AVH jegyezte, hogy a Sztálin csak tetsz halott, szóval hogy, ez mindenkinek tetszik, hogy meghalt, ezért is járt egy letartóztatás, de nagyon sokan, főleg a gulágon, mi ez, hogy gulág, ez egy mozaik szó, ugye Glavny Upravljenie Lágerei, tehát az állami láger főhatóság, ezek a ez a munkatáboroknak az irányító szerve, a gulágoknak a foglyai azok egyszerűen csak nagy emberevőnek nevezték Sztálint, vagy nagyon sokan nevezték így.
Egyébként 1930 áprilisában jött létre maga a táborrendszer ebben a formájában. A sztálin időkben nagyon gyorsan növekedett, egy rajzot látunk egy táborról, 1931-ben 200 000, 35-ben 1 millió, 1937-ben egyesek szerint 8 millió, szerényebb becslések szerint legalább 2 millió fogoly volt ezekben a táborokban. Köztörvényes bűnözők, de mellettük a cári Oroszország nemessége például, vagy tulajdonképpen értelmiségiek, munkások, parasztok, de nem ritkán a kommunizmus fanatikus hívei is, mint például Molotov felesége Zsemscsurina, akit szintén letartóztathatott Sztálin, és munkatáborba zárt, vagy gulágra küldött. Később, amikor kiszabadul és rehabilitálják, akkor az első kérdése az volt, amikor mondták neki, hogy szabad, hogy és hogy van Sztálin elvtárs? Mondják neki, hogy Sztálin elvtárs meghalt, hát azért szabadult ki éppen, és nő elájult abban a pillanatban. Tehát teljesen el volt keseredve, meg volt a győződve, hogy ő ártatlan, mindenki más bűnös lehet, akit ott fogva tartanak, de ő ártatlan. És Sztálin elvtársat fel kellene már világosítani, hogy micsoda gazemberségeket csinálnak itt egyesek, és ilyen táborokat hoznak létre. Leveleket csempésztek ki, és küldtek el Sztálinnak. Tudunk olyan levélről, amin ott van Sztálinnak, eljutott Sztálinig, ott van Sztálin kezeírás, hogy agyon lőni a gazembert. Tehát tulajdonképpen ennyit ért el a felvilágosítással, úgymond. Hihetetlen kemény fizikai munkát végeztek, és sok helyen egyébként, a sarkörön túl is dolgoztak, még mínusz 50 fok alatt is ki kellett menni dolgozni. Hát a fantáziókra bízom, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Egyébként Sztálin áldozatainak a számát, hát egyes reform történészek 40, sőt már hallottam olyat, vagy olvasom, hogy 80 millióra becsülik. Ez iszonyatos szám. Azonban egy brit mozgósítási szakember azt mondja, hogy hát ez szépen hangzik, de félő, hogy a valósághoz olyan eszeveszett sok köze nincs. Azt mondja, ő, mint mozgósítási szakember a következőkből indul ki. 1941-ben a Szovjetunió lakossága 176 millió fő volt. Ennek durván a fele nő, a másik fele férfi. Mert általában így szokott lenni, olyan nagyon nagy eltolódás nem igazán van. Na most nézzük ezt a 88 millió férfit. Ennek egy negyede túlkoros, 50 év feletti, egy negyede meg túl fiatal, 16 vagy 17 év alatti, tehát katonai szolgálaton nem alkalmas. Magyarán szólva, a Szovjetunió lakosságából katonai szolgálatra alkalmas férfi 44 millió. Na most ha 40 milliót kivégeztek, akkor a fantáziákra bízom, hogy kiharcolt a Vörös Hadseregben. Meg mondjuk kik voltak azok, akik a fegyverzetet előállították, a harckocsi gyárakban dolgoztak, kik, mondjuk a lőszergyárakban ők dolgoztak zömében, ez kétségtelen. És hát mondjuk a Vörös Hadsereg soraiban harcoltak nők, de nem tömegével. Ez semmiképpen. De 80 milliót elpusztítani, hát ez nem igazán szerencsés. Ezek a reformtörténészek később lehet, hogy majd elgondolkodnak azon, hogy a számaik nem biztos, hogy tökéletesek voltak. Semmivel sem lesz Sztálin szimpatikusabb nekünk azzal, hogy mondjuk 6 vagy 7 millió ember pusztított el, és nem 80 milliót. Ez egy ilyen verseny, hogy többet kell elpusztítani, mint mondjuk a hitleri Németország, mert hát még ennél is gyalázatosabb a rendszer, mondják sokan. A rendszer valóban gyalázatos, ezen nincs vita. De hát azért ne rugaszkodjunk el a tényektől, vagy legalábbis zavartassuk magunkat a tényektől valamelyest, mindenképpen. Egyébként miért lehetett a gulágra kerülni? Hát például azért, mert nem értett valaki egyet a Szovjetunió politikai irányvonalával. Egy találós kérdés következik, kedves barátaim. Itt megjelenik egy ilyen bazi nagy vörös vonal így, csigavonalban, és megkérdezem, hogy mi ez? Ez a Szovjetunió kommunista pártjának az irányvonala. És akkor most húzok egy nyílegyenes vonalat így lefelé kékkel. Ez mi? Ez jobb és baloldali elhajlás. Ugyanis a totalitárius rendszerben nem az a lényeg, hogy az elveikhez ragaszkodjanak az emberek, azokat hagyják a fenébe, a vezetéshez kell ragaszkodni. Magyarán szólva, szó nélkül teljesíteni kell azt, amit utasításba kapnak, vagyis szolgálni kell a párt irányvonalát. Egyébként nem új dolog ez, már annak ilyen Dizrael is azt mondta a párt híveinek, hogy az a pokolba az elveitekkel a pártotokhoz ragaszkodjatok. Csak hát Sztálin esetében ez úgy szólt, hogy ha nem a pártotokhoz ragaszkodtok, akkor mentek a más világra. Tehát gyakorlatilag nem is lehetett más. Na most, ha valaki elfű ember és az elvei mentén cselekedett, az hol a bal oldalon, hol a jobb oldalon találta magát, mint egy
hajló, mert ugye közben a párt irányvonala elég tisztességesen változott, és hogyha valaki nem olvasta reggel az újságot, akkor esetleg délben már bajba kerülhetett, mert a legfrissebb irányvonalnak még nem volt a birtokában, és esetleg olyasmit mondott, amit nem kellett volna. Tudom én mondjuk például azt, hogy szitta a németeket, miközben megkötötték a Molotov-Ribbentrop paktumot, és hát abban a pillanatban elvitték az utcáról. Na elnézést, tehát itt egy nagyon szép animációt csináltam, de minek? A gulág munkásait látjuk egyébként egy bányában, szinte mindenütt kézi munkával dolgoztak, mert hiszen a gépesítés az pénzbe került, tehát az emberi erő az sokkal, hogy is mondjam, csak hát olcsóbb volt, és hát ezek az emberek tömegével pusztultak. Itt szintén a gulágról készült képeket látunk még, itt egy ebédlőt, itt pedig egy külszíni fejtést lehet látni, és a renitens embereknek a megrend szabályozását, itt egy NKVD tiszt hajt végre éppen egy kivégzést. Őt pedig gondolom, hogy valamennyien ismerik, ha nem, akkor elárulom, hogy Szolzsenyicinről van szó, 1953-ban készült róla ez a kép. Nos, tulajdonképpen Sztálin önbizalma csak egyszer rendül meg, úgy Isten igazából, a német támadás idején. Ugyanis meg van róla győződve, hogy Hitler nem fogja megtámadni a Szovjetuniót, vagy legalábbis még jó ideig nem, mert a Molotov-Ribbentrop paktum az tulajdonképpen ezt nem teszi lehetővé, illetőleg, hogy ehhez ő is ragaszkodni fog, és egyébként sem hülye Hitler, hogy egy kétfrontos háborúba fogjon, tehát még nem fejezte be a háborút nyugaton, és elinduljon kelet felé, ez elképzelhetetlen, hiszen az első világháború tapasztalatai nem ezt mondják. Tehát viszont akármennyire is nem tetszett neki a dolog, végül is Németország megtámadta a Szovjetuniót. Egyébként valami konoksággal utasított vissza szinte mindent, ami ezzel kapcsolatos volt. Itt egyébként Molotov és Ribbentrop fog kezet. Szóval meggyőződése volt, hogy Hitler nem szegi ugye meg a Molotov-Ribbentrop paktumot, és 1941. június 17-én Vszevolod Merkulov, egyébként itt is lenne egy, no, elindult. Lehet, hogy a másikkal is próbálkozni kellett volna. Sztálin a következőket írt egy Merkulovról kapott jelentésbe. Sajnos ki kellett pontoznom egy szót, mert nem tűr nyomda. Bár ma már a nyomdafesték mindent elbír, de mondjuk ez a közönség nem olyan, hogy ilyen durva szavakkal sértsen meg őket. Tehát azt a Merkulov elvtársnak a forrását elküldheti az anyjába. Ez nem forrás, hanem dezinformátor. Ugyanis arról tájékoztatta, Merkulov volt a hírszerzés vezetője abban az időben, és arról tájékoztatta az egyik ügynöke, hogy Németország június 22-én meg fogja támadni a Szovjetuniót. Ez dezinformáció, ezt tulajdonképpen Churchill találta ki azért, hogy ellenlépéseket tegyünk, és ezért majd a németek ezt felhasználva esetleg provokációnak véve megtámadnak bennünket, szó se lehet róla, tehát magyarán szóval Merkulovot is elég tisztességesen helyretette, ugyanakkor a berlini szovjet nagykövet visszahívását is kezdeményezi Beria például, mert hát arról beszél, hogy úgy hírlik, hogy a német hadsereg megtámadni készül a Szovjetuniót. Ez megint csak defetizmus, Sztálin elvtárs megmondta, tehát gyakorlatilag erről szó sem lehet. Minden esetre a háború kitörése azért kissé megviselte, mert hiszen hát kiderült, hogy amiben ő teljes mértékben biztos volt, az nem egészen úgy történt. Ezzel kapcsolatosan van néhány érdekes dolog. Molotov és még néhány vezető társa mondja, hogy Sztálinnal elmentek a hadsereg főparancsnokságra, egész pontosan a honvédelmi népbiztosságra, és hát azt követelték, hogy tájékoztassa őket Zsukov és Vasiljevszki. Ők azonban éppen elég el voltak foglalva a front irányításával, mert hát finoman szólva nem volt minden rendben a szovjet frontok, a szovjet-német fronton, ugye ez a háború első napjai, és hát azt mondták, hogy majd jelenteni fognak, hogyha felkészültek rá. Beria okvetetlenkedik ott, és Zsukovval kerül szóváltásba, de végül is Sztálin azt mondja, jó, rendben van, akkor készüljenek, ott hagyja a katonákat, és kifelé jövet, hát meglehetősen elkeseredve,
azt mondja, hogy legalábbis nagyon sokan így jelenti, hogy elmamlaszkodtuk ezt a kifejezést használni, amikor kijött a honvédelmi népbiztosságról, amit egyébként Mikoyan másképpen ír le, mert ő azt mondja, hogy Sztálin azt mondja, amikor kijönnek a honvédelmi népbiztosságról, hogy szóval Lenin hatalmas örökséget hagyott ránk, és mi az örökösök mindent elcsesztünk. Tehát egy kicsit más kifejezést használ. Még másabb kifejezést használ Lavrentyij Beria, bár hozzáteszem, hogy ezen azért némileg finomít az, vagy legalábbis hát forráskritikát kell alkalmazni, mert Hruscsov mondja, hogy Beria ezt mondta, tehát vagy ezt mondta, vagy nem ezt mondta, de állítólag ezt mondta, hogy Sztálin teljesen levertnek látszott, mondja Beria, körülbelül ezt mondta, háború kezdődött és katasztrofálisan alakul. Lenin ránk hagyta a proletár szovjetállamot, és mi szarba tiportuk. Ennél csúnyábbakat is mondanak néhányan, amit megint nem szeretnék itt elmondani, de mondjuk a Gyurcsány beszéd egy-egy kitételéhez hasonlít, hogy mit tettek a Lenin örökségével. Egyébként hát Molotov is így emlékszik egyébként. Illetőleg Sztálin még azt is mondja, hogy lemondok a vezetésről. És fogja magát autóba ül és elmegy a dácsájára, és nem, egy-két napig nem is lehet vele találkozni, nem veszi fel a telefont, nem fogad vendégeket, nem fogad látogatókat, és hát a hívei teljesen elkeseredve végül is összeülnek Molotovnál, és úgy döntenek, hogy kimennek Sztálinhoz a dácsába, és hát megpróbálják felkérni, hogy jöjjön vissza. A szószoros értelemben visszakönyörgik a hatalomba. Sztálin azt mondja, hogy hát nem, ő téved. Biztos ti közöttetek is van olyan, aki rám akarja hárítani a feleséget, a felelősséget, mondja Sztálin, de hát az ott évek az a szó sincs róla semmiképpen, nem, mindenki jöjjön vissza, Sztálin elvtárs. Esetleg van közöttetek is olyan, aki át tudná venni a feladatomat, és rögtön körül is néz, de mindenki döbbe, de Isten ments, dehogy is, hát vannak tapasztalatuk, hogyha esetleg valaki ilyen gyanúba keveredik, az már nem sokáig szívja a levegőt. Úgyhogy végül is, mondom, a szószoros értelmében vissza könyörgik a hatalomból, bár Sztálin még azt is mondja, hogy azért gondoljátok meg, van-e jogom, hogy továbbra is tápláljam a reményt, hogy elvezetem az országot a győzelemhez? Van esetleg méltóbb nálam közöttetek? Milyen Isten őriz, de hogy van, eszünk ágában sincs. És végül is Sztálin nagy kegyesen elfogadja a felkérést és visszatér a hatalomba. Ez az egyetlen alkalom, amikor talán lehetőség lett volna az eltávolítására, bár az ördög tudja, lehet, hogy nagy példaképét idézte, vagy hogy is mondjam, csak ismételte, csak Retteget Iván volt a példaképe egyébként, aki megcsinálta már ezt, hogy visszavonult, és aztán azt figyelte, hogy mit csinálnak a többiek. Úgyhogy lehet, hogy ez, lehet, hogy más volt a motiváció. A lényeg az, hogy visszatér a hatalomba. Igen, erről beszéltünk most. Nos, a háborút megvívják, nem kívánok rá beszélni, valamennyien tudjuk, hogy mi történt. A Szovjetunió ezt a háborút óriási áldozatok árán megnyerte, több mint 20 millió halottat fizetett érte, polgári és katonai veszteségeket. És viszont Sztálin ugye a győztesek között van, és ugye a szovjet hadsereg katonái ott vannak Berlinben. Hát sajnálja egy kicsit, hogy az Elbában itatják a kozákok a lovakat, és nem úgy, mint annak idején Napóleon idején a Szajnában, ugye, mert hát a Napóleon háborúk után egészen addig jutottak el az orosz csapatok a 19. század folyamán, most csak az Elbáig, de azért ez is egy fontos pozíció mindenképpen, és hát igyekszik a hatalmát kiterjeszteni azokra a kelet-európai országokra, amelyeket a Vörös Hadsereg szabadított fel. Én nyugodtan használom a felszabadítás szót, kedves kollégák, mert egy megszálló hatalom eltávolítása az felszabadítás. Tehát Magyarországot a németek megszállták, a németek kiverése az felszabadítás. Az már egy másik kérdés, hogy követte egy másik megszállás. De attól még az esemény felszabadítás mindenképpen. Egészségére. Tehát igazamban ezek szerint. Nos, tehát a háború után azonban Sztálin, a háború alatt azért egy kicsit lazábbra engedi a gyeplőt. A háború után azonban ismét megkívánja húzni. És ismét pereket készítenek elő.
úgy gondolja, hogy nem eléggé félelmetes már, talán az ördög tudja, lehet, hogy ez a helyzet. A lényeg az, hogy a különböző perek már arra irányulnak, hogy a régi gárda, a funkcióban lévő régi gárdát leváltsa. Ez azt jelenti, hogy például Molotovot nagyon keményen megbírálja 1952-ben. Bocsássanak meg, ezt elfelejtettem kikapcsolni. Tehát elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja igen, Molotovot is megbírálja keményen. Szóval egyáltalán a munkatársak úgy vélik, hogy Molotov már halott tulajdonképpen, hát még mozog, de már nem sokáig, mert Sztálin 1952 vége felé nagyon keményen neki megy, neki is, meg másoknak is. De a legjobban az mutatja a szándékát, hogy megkezdődik egy nagy per előkészítése, ez az orvosper. Az orvosper, ahol a Kreml fehér köpenyes gyilkosait kell bíróság elé állítani, mert ezek arra esküdtek össze, hogy a szovjet vezetőket félrekezeljék és eltegyék láb alól. Például Zsdanovev társat, akiről eléggé köztudott volt, hogy Deryllium Tremensben halt meg, de ettől függetlenül félrekezelték. Tehát gyakorlatilag a Kreml... Na most a Kreml orvosai esetében még az is felvetődik, hogy nem egyszerűen csak ugye, gaz imperialisták, hanem zsidók is. Tehát tulajdonképpen egy antiszemita éle is van ennek az iránynak, tulajdonképpen le akar számolni, már korábban leszámolt egyébként a zsidóság szervezeteivel, amik megvoltak a Szovjetunióban a II. Világháború alatt. És minthogy Izrael nem a Szovjetuniót választotta nagy partnerének, hanem az Egyesült Államokat, ez még külön felbosszantotta, felháborította, meg is szűnt a diplomáciai kapcsolat Izrael és a Szovjetunió között. Úgyhogy a Kreml orvosai egyben tulajdonképpen cionisták is, tehát egy ilyen antiszemita tisztogatás, de a tisztogatás azért is érdekes, mert hiszen ha a Kreml kórházába befurakodik az ellenség, akkor a biztonsági szolgálat nem jól végzi a dolgát, vagy összeesküdött a hatalom ellen, vagy ezekkel a gazokkal. Tehát ki az, akinek szintén távoznia kell, hogyha Kreml orvosait elítélik? Lavrentyi Beriának, így van, aki ezt azért érezte, és hát el is szontyolodott némileg. Ennek következtében Beria igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy valamilyen módon kibújjon ebből a csapdából, és ezért azt játszva, hogy Sztálin utasításait teljesíti, igyekezett Sztálint elszigetelni, mert hiszen ugye az éberség fokozása kapcsán az egyik első áldozat, a legelső áldozat az Vinogradov professzor, Sztálin kezelőorvosa volt. Tehát az egyetlen ember, akit hajlandó volt, akinek megengedte, hogy megvizsgálja például. Tehát ezt a kezelőorvosát tartóztatták le elsőnek, akik vallatás közben életét veszítette, a fantáziákra bízom, hogy miért. Na most, tehát elveszítette a kezelőorvosát. Aztán kiderül a leghűségesebb titkáráról, Poszkrjobiszevről, itt látjuk a képen, hogy ő meg vétkes hanyagsággal kezel iratokat, és például egy csomó titkos iratot kint hagy az íróasztalán, és úgy megy el a munkahelyéről. Ez tűrhetetlen, őt is letartóztatják természetesen. Tehát egy bizalmi emberét veszíti el Sztálin. Itt Poszkrjobiszevet látjuk munkaközben, de kiderül Sztálin testőrségének parancsnokáról, Vlaszikról is, itt a háta mögött látjuk mind a két helyen, Vlaszik tábornokról, aki korábban valamikor még a 20-as években a sofőrje volt, most tábornokként a testőrség parancsnoka, kiderül egy korrupt ember, eddig is tudták egyébként, meg valami tányérokat lopott állítólag, tehát őt is letartóztatják. Magyarán szólva, Sztálint Beria igyekszik elszigetelni. És hát ebbéli mesterkedése nem tudni, hogy hova vezetett volna, mert hiszen 1953. február 28-án történik az az érdekes esemény, aminek aztán a végkifejletével már foglalkoztunk. Nevezetesen ugye Sztálin munkarendje meglehetősen érdekes, ő általában délbe kell, délután meg este dolgozik, és éjszaka 3-4 óra előtt nem fekszik le, de miután a Kremlből visszamegy egy Kuncevó, tehát egy Moszkva melletti dácsában, Kuncevóban tevékenykedik, vagy hát szokott pihenni, meg ott is alszik, és hát oda meghívja a munkatársait is. Ugye családja nem nagyon van, az első felesége meghalt még, amikor illegalitásban volt, a második felesége, Svetlana Aleluyeva főbelőtte magát, vagy Sztálin lőtte le, mondják egyesek, ez kevéssé valószínű, de nem elképzelhetetlen.
A lányát, akit nagyon szeretett, vele összeveszett, mert egy olyan emberhez ment feleségül, aki Sztálinnak nem volt szimpatikus. A fia pedig Vasili, aki hát kitűnő repülő volt elvileg, de gyakorlatilag egy idült alkoholista, tehát gyakorlatilag nem igazán élt családi életet, hanem a vezető társaival volt együtt. Tehát ezen a napon is meghívta Beriát, Malenkovot, Hruscsovot, és ha jól emlékszem, Bulganyint. Tehát ők voltak ott a dácsán, általában ilyenkor minden volt az asztalon, ami szemszájnak ingere. Inni nem nagyon ittak, illetőleg Magyari nevű grúz bort ittak, ez egy ilyen házi készítésű bor, és nagyon gyenge, úgyhogy Sztálin csak szőlőlének hívta. Ezt adtak föl nekik, ezt itták, Sztálin nagyon jó hangulatban volt, és amikor a vendégek távoztak, akkor visszafelé jövet az őrség képviselőinek, aki kikísérte szintén a vendégeket, olyat mondott, hogy később az őrség tagja hát meglehetősen döbbenten mondja a többieknek, hogy na fiúk, ilyen parancsot sem kaptunk még soha. Ugyanis Sztálin azt mondja, nem lesz már szükségem magukra, menjenek, feküdjenek le. Ilyet soha. Sőt, ha valaki azt mondta, hogy a fáradt vagy, és azt mondja, majdnem földöfte a szemével, tehát a biztonságára nagyon vigyázott. Ilyet, hogy az őrség menjen el aludni, ez elképzelhetetlen parancs volt. De most ezt a parancsot kiadták, vagy legalábbis ez az illető azt mondta, hogy kiadták, mindenki boldogan lefeküdt aludni. Reggel, amikor fölkelnek, vagy délelőtt, akkor döbbenten tapasztalják, hogy Sztálin nem csönget a teáért. Aztán már délután sem csönget a teáért, aztán már este sem csönget a teáért, de bemenni nem mernek hozzá, mert nem lehet. Tehát azért nagyon, hogyha hivatlanul bemennek, azért nagyon szigorú büntetés jár, tehát ez elképzelhetetlen. Nem mernek bemenni, egymást biztatják, hogy menj be te, aztán, miért? Hát hős vagyok, én miért azt gondolod, hogy én az vagyok? Tehát nem, egyszerűen nem mernek bemenni hozzá. Aztán megjön a posta a Kremből, és hát azt mégiscsak be kell vinni, és akkor az egyik őr azt mondja, hát akkor én bemegyek, hát ne felejtsetek el, fiúk, mondja a többieknek, mert hát akármi is történhet. Beviszi a postát, és azt látja, hogy Sztálin a kisebédlőben a földön fekszik, és szemmel láthatólag nincs jól, de nem is nagyon van magánál. Lehet, hogy magánál van, de nem tud kommunikálni, és a vizeletében fekszik úgy egyébként. Hát azonnal behívja a többieket, elkezdenek tanakodni, hogy mit csináljanak, mi legyen, hogy legyen, mint legyen. Hát természetesen azon lehet, hogy kit kell ilyenkor, amikor beteg valaki értesíteni, de a legtermészetesebb, hogy a politikai bizottságot, tehát nem az orvos, nem a kórházat, nem a mentőket, a politikai bizottságot, hogy azonnal szálljanak ki, és hát ki is jönnek. De közben a testet átviszik a nagyebédlőbe, és felteszik a dívány, ami ott több a levegő. Na most, miután ezt megtették, megérkezik a politikai bizottság néhány képviselője, és hát azt látják, állítólag Malenkov, akinek nyikorgott a cipője, még azt is levette gyorsan, és a hóna alá vette, nehogy ezzel is Sztálint megzavarja, bemennek, és hát azt látják, hogy Sztálin fekszik, és horkol. Szóval hát, mit idegesítetek bennünket, nincs semmi probléma, Sztálin-társ alszik, őt se bosszantsátok, minket se, fogják magukat, és elmennek. De Sztálin továbbra is ott van orvosi ellátás nélkül, de néhány óra múlva az őrség megint telefonál, még sincs valami rendben, mert hát nem egészen úgy alszik, mint ahogy az emberek általában szoktak, mégis jöjjenek vissza. Na visszajönnek, aztán végül is úgy döntenek, hogy na hát akkor mégis hívnak orvost. Állítólag az a jelenet is lejátszódik, ezt minden jelenlévő külön-külön megírta az emlékirataiban, tehát nagy valószínűséggel így történhetett, hogy állítólag Beria, miután látta, hogy Sztálin most már lehunja a szemét, és szemmel láthatunk, nincs jól, azt mondja, meghalt a zsarnok, szabadok vagyunk, de Sztálin erre nyitja ki a szemét. Csak a Beria állítólag elkeseredve, hogy a térdre veti magát, és elkezdi csókolgatni a kezét Sztálinnak, hogy bosszív, visszárjom, és meg ne halljon, de aztán a végén mégiscsak ott hagyják. Na a lényeg az, hogy több mint 10 órán keresztül nincs orvosi segítség. Akkor érkezik meg, de akkor se viszik be a Krem kórházába, hanem egy felcsert rendelnek mellé oda ki. Tekintélyes orvosok megvizsgálják, és hát megállapítják azt, amit már itt az előbb közé tettünk, hogy nevezetesen agyvérzést kapott, megbénult, és a többi, és a többi. Na most felvetődik a kérdés, hogy most mi történt tényleg Sztálinnal. A betegség végzett vele, vagy a munkatársai? Minden esetre, ha a munkatársai végeztek vele, minden okuk meg volt rá. Ezt azért tudnunk kell. Tehát valószínű, hogy ezért is gondolják, hogy ez történt. Ezt mondja Beria. Sztálin-társ milyen alszik, ne zavar, elmennek. Nos, tehát felvetődik akkor, hogy most mi történt, mi történhetett. Hát történhetett egyesek szerint az, hogy az őrséget elküldték aludni, és valaki megmérgezte közben.
Mert egyébként később egy orvosi bizottság, ami egy közös orosz-amerikai orvosi bizottság adott ki egy közleményt, hogy varfarin találtak a vérében, tehát mikor megvizsgálták a testet. A varfarin az pedig egy nagyon erős patkányméreg egyébként, és véralvadás gátló. Tehát az a lényeg, hogy nem hagyja a vért megalvadni, és hogyha ebből egy nagyobb dózist kap valaki, akkor ez agyvérzést okoz. Nem elképzelhetetlen, hogy ez történt. Bár hozzáteszem, hogy Eisenhowert is varfarinnal keverték, amikor szívinfarktusa volt. Persze nem mindegy, hogy mekkora dózist kap az illető, tehát azért arra azért vigyázni kell. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy valaki így végzett volna vele. Erre utal az, hogy hát az őrségnek az a tagja, aki végül is közölt a többiekkel, hogy mehetnek aludni, ezt bizony Sztálin elvtárs, azután el is hagyja a dácsát, és pihenőbe vonul egy időre. Ez lehet az egyik verzió. A másik verzió pedig az, amit én inkább valószínűnek tartok, hogy a munkatársai megtagadták tőle az orvosi kezelést. Győzön a jobb, gondolták, majd meglátjuk, hogy ki kerül ki ebből győztesen. Magyarán szólva nem hívtak hozzá orvost időben, és ez vezetett a halálához. Ez is gyilkosság tulajdonképpen, ha megnézzük. Tehát én erre gondolok, hogy talán ez lehet. De egyébként elég extrém dolgok is elterjedtek a halálával kapcsolatosan, mert például az, hogy összeveszett a vezetőtársaival, és Kaganovics dühében összetépte a pártakkönyvét, és Sztálin arcába vágta, ezt mindenki örömmel hallgatta, de ezt gondolom, hogy a valósághoz sok köze nem lehet, és hát erre Sztálint megütötte a guta. Megint mások, hogy egy öreg bolsevik, akinek a leányát elcsábította, bosszúból megfojtotta, ez is jól hangzik, de sok köze a valósághoz nem igazán lehet. Aztán van egy másik, variáció, amit Hruscsov mesélt egyébként éppen Kádár Jánosnak és a magyar küldöttségnek 1963-ban, Moszkvában, a következőket mondta. Azt mondja, hogy az emberiség történetében, és ezt egy moszkvai rádió közvetítette is, tehát megvan a felvétel. Az emberiség történetében már nem egy kegyetlen zsarnok volt, és mind elpusztult. Aztán Hruscsov úgy folytatta, hogy végül is ugyanattól a baltától, azt hiszem ez az legérdekesebb része benne, hogy mi elítéljük Sztálint, mert a saját társaira lőtt, ezért elítéljük, fekete kutyát nem lehet fehérre mosni, mondja ekkor, de tulajdonképpen azt is mondta, hogy gyakorlatilag, hogy mindegyik ugyanattól a baltától pusztult el, amellyel saját hatalmát fenntartotta. És mondják sokan, ez tulajdonképpen arra utal, hogy Sztálin tulajdonképpen a munkatársai ölték volna meg. Hát ez közvetett bizonyíték, lehet így is, vagy lehet máshogy is, de a legextrémebb dolog, illetve kettő is van ebből az egyik, hogy Menahem Mendel rabbi imái vezettek oda, hogy Sztálinnak meg kell halnia, mert hiszen Purim napján halt meg éppen, és ez egy nagy zsidó ünnep, egy meglehetősen vidám ünnep, és tulajdonképpen március 5-ére tűzte ki Sztálin az összes Szovjetunióban zsidó deportálását Szibériába állítólag. És hát ez a rabbi imádkozott, és ez vezetett a halálához. Ezt sem tartom túlságosan valószínűnek, de ezt is szokták volt terjeszteni. Ja, és még egyet. Hogy Sztálin megunta a hatalom gyakorlását, és úgy döntött, hogy visszavonul, és nyugalomban fogja letölteni élete utolsó éveit, és ezért az egyik hasonmását ültette a helyébe, ő pedig visszavonult az Athosz hegységbe, egy kolostorba, tehát egy görög-keleti kolostorba, hogy ott majd békében él. A probléma csak az, hogy a fia, aki túlélte a hadifogságot, nem tudom, hogy, mert tudjuk, hogy lelőtték egyébként a fogolytáborba, túlélte a hadifogságot, ugyanabba a kolostorba került, és amikor felismerte az apját, akkor dühében azért, mert ugye az első feleségétől származó Jákob fiáról van szó, mert gonoszul bánt a feleség, az édesanyjával, ezért lelőtte. Na hát ilyeneket még sokat tudnék mondani, de azt hiszem fölösleges ezzel foglalkozni, mert hát a tényekkel ezek az emberek különösebben nem zavartatják magukat, de állítják, hogy ezeket ki kell kutatni, mert egészen biztosan, hogy az Athosz kolostorában ilyen szörnyű dolgok történtek. Nos, tehát a lényeg az végül is, hogy vagy eltették láb alól,
de nagyobb valószínűség az, hogy és az is gyilkosságot jelent, hogy megtagadták tőle az orvosi ellátást. Lenin mellé helyezik, de Hruscsov rövidesen megkezdi 1956-ban az ünnep desztalinizációt a 20. kongresszuson, melynek eredményeképpen 1961. októberében Sztálint kiteszik a mauzóleumból. Tehát ugye Sztálint, Hruscsov leleplezi, beszél a népellenségek kifejezésről, beszél a gulágról, beszél a háborúban elkövetett mindenféle szörnyűségekről, mondjuk Katyinról nem beszél, de később az is kiderül. Tehát Hruscsov úgy gondolja, hogy ember nem lesz, aki végül sztálinistának vallja magát egy ilyen beszéd után. És hát ezért is mondja el. Majd aztán az egyik kongresszuson, az a 22. kongresszuson feláll egy küldött hölgy, és azt mondja, hogy hát álmában megjelent neki Lenin elvtárs, és azt üzente, hogy nem jó neki Sztálin mellett nyugodni. Valami rossz érzés. Mások kitették Sztálint a mauzóleumból tulajdonképpen. És a Krem őrségének a parancsnoka, egy Konyev nevű ezredes meséli el, hogy Sztálin testét kiveszik a szarkofágból, leveszik az aranygombokat, leveszik az aranyvállapot, egy vörös drapériával bélelt koporsóba teszik, egy gyászfátyolba csavarják, és este 22 órakor érkezik meg az újratemetési bizottság, amelyik elrendeli, hogy a Krem fala előtt, tehát a Lenin mauzóleum mögött egy sírba helyezzék. A vörösteret kiürítik teljesen, tehát azt a rendőrség lezárja, oda lélek a lábát be nem teheti. És az a parancsuk még ráadásul, hogy betonnal töltsék fel a sírt. Állítólag a sírt négy oldalát ki is falazzák, tehát betonnal már korábban, de ez a Konyev nevű ezredes azt mondja, hogy az utasítás szerint két vasbetonlapot kellett volna ráhelyezni, de mi egyszerűen csak földet szórtunk rá. Hát valószínű azért az oka, hogy azért a szelleme csak kijött a későbbiekben, hiszen sokáig egyébként Sztálinnak szobra sem volt. A Krem fala mellett eltemetett szovjet vezetők mindegyike mellszobrot kapott. Egyedül Sztálin sírján nem volt mellszobor, egészen Brezsnyev főtitkárságáig. Brezsnyev tett kísérleteket Sztálin rehabilitációjára, és akkor kapott szobrot is, mint itt tetszenek látni. Most így néz ki Sztálin sírja, illetve így. Ez még a korábbi időkre emlékeztet, mert a későbbiekben már egy kicsit másképpen néz ki, például így. Vagy például így. A szelleme nagyon erőteljesen kiszabadul, emberek tízezrei tüntetnek mellette, például itt, például a 70 éves évfordulón, és nem is olyan nagyon régen Szibériában szobrot avatnak neki. A régi szobrát állítják vissza, amit Hruscsov idején el kellett távolítani. Tehát ugyanazt teszik vissza a helyére. És hát akkor búcsúzóul elnézést a 15 perces vegzatúráért. Egy Alekszandr Jakovlev nevű tudós, aki Sztálinnal foglalkozik, és a sztálini emlékekkel is jelenti ki, azt, hogy azoknak, akik emlékművet akarnak állítani Sztálin tiszteletére, csak annyit mondok, rendben van, benne vagyok, de mindegyiket vérrel locsoljuk le. Hát ennyi. Tehát elnézésüket kérem, hogy ilyen sokáig igénybe vettem a türelmüket. Köszönöm szépen!